12 vesztes meccs után a BKV előre ellen mindenképpen nyerni akart a Szlovenszki Tibort nélkülöző NTK. Sokáig úgy tűnt, hogy meg lesz az áhított győzelem, de hogy ebben a szezonban már annyiszor, ezúttal is elpártolt a szerencse a nyíregyháziaktól. A mérkőzést jól kezdtük, a Magyarorsi Péter révén hoztunk bőven csapatfát és csapatpontot, még nekem is 12 fával sikerült megvernem a vendégek egyik legstabilabb játékosát, és a középső sorba a Kastúra Zsolt ezt megfejelte még közel 60 fával, egy nagyszerű 576 fás teljesítménnyel, míg mellett a hetei Alex 510-es eredményével csupán 22 fával kapott ki a vendégek jó játékosától, és már ekkor látszott, hogy 76 fa előnyünk volt, és 3-1 arányba vezettük, és ez a fát kellett a hakkedes összegű Levente párosunknak megtartani a végjátékban, és abszolút így is alakultak a mérkőzés állások. Az utolsó 60 dobásnál még több mint 60 fával vezettek Dezsőjék, és bármilyen végeredmény kialakulhatott a 7-1-es hazai győzelemtől kezdve a döntetlenig, illetve legrosszabb esetben is a 3-5-ös vendéggyőzelem fordulhatott elő. Azonban a harmadik etapjukban olyan szinten megtátosodtak a vendégek, hogy abszolút szinte megfolytották ezt a mérkőzést, és az utolsó 30 dobásra már csak 10 felőnnyel fordultunk. Az utolsó dobások a vendégeknek sikerültek jobban, így a fővárosiak végül 6 fával többet szereztek a 3279 fáig jutó nyíregyháziaknál, és 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az NTK pedig továbbra is vár első győzelmére. Most 4 olyan mérkőzés jön a 4 kiemelt csapat ellen, gondolok itt a Répszalag, Győr, Zalaegerszeg, Szeged ellen, ahol nem sok keresnivalónk van. Viszont egy olyan dolog van, hogy talán a Győr ellen egy nagyon-nagyon jó hazai játékkal pontot vagy pontokat kellene rabolnunk, itthon tartanunk, ami lényegesen nehezebb falat, mint mondjuk egy BKV előre. Azonban én mindig azt gondolom még továbbra is, hogy ebbe annyira egy házi csapatban van annyi tartalék, annyi tartás, hogy össze tudnánk szedni magunkat. A Szuperliga élén a 100%-os Szeged áll 26 ponttal, megelőzve a 24 pontos Zalaegerszeget. A pont nélküli nyíregyháziak az utolsó 12. helyen várják a folytatást.